Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, egy újabb villamosos videóban, és itt vagyunk az 52-es villamos végállomásánál, Pacsirta telepen, itt mögöttem az állomás. Ugye tulajdonképpen az elmúlt hosszú-hosszú években ez már csak egy névleges végállomás, hiszen menetrend szerinti végállomásként funkcionál, ám bár itt már tartózkodó, ahogy láthatjátok, nincsen, illetve itt a másik vágány, ez ki is van zárva a forgalomból, ezt meg is mutatom nektek, itt a vörös tárcsával ez le van zárva. Valamint itt volt egy forgalmi kitérőnek látszó történet, hát igen, az az is volt, mindjárt azt mutatom nektek, de hát az meg teljes mértékben ki van szedve, itt van, majd mindjárt mutatom jobban nektek ezeket a dolgokat, itt van a vörös tárcsa, és illetve itt a kitérő, hát legalábbis a vasúton ezt forgalmi kitérőként titulálnánk, úgyhogy gondolom itt a villamosnál is ez a helyes megnevezés itt van, de hát láthatjátok, hogy ki van építve. És hát, mint ahogy mondottam, valamikor itt nagy élet volt, nagy forgalom volt, több villamos viszonylat fordult itt meg, ám bár a hosszú-hosszú évek alatt az elmúlt időszakban csak az 52-es, még egyszer mondom, tulajdonképpen névlegesen végállomásozik itt. Viszont hatalmas élet tér ide vissza, ugyanis augusztus közepe tájától egy új villamos viszonylat köszönt be ide Erzsébetre. Ez pedig legjobb tudomásom szerint, bár a viszonylatszám folyamatosan változott, úgymond az elmúlt időszakban, hogy mi is legyen a viszonylatszáma ennek a járatnak. Most úgy néz ki, hogy 2B jelzést fog kapni. Ez pedig innen a Pacsirta tértől fog járni a Jászai Mari térig. Hogy ennek van-e relevanciája? Hát, hogyha objektíven nézzük, akkor szerintem olyan sok nincs. Ugyanis hurokjárat lévén az 52-es villamos igazából a jókora, legtöbb helyszínéről jókora kerülővel fog tudni eljutni a városig, és maximum talán ebben a térségben érdemes felszállni a 2B-re, abban az esetben, hogyha mondjuk így a Boráros tér, Kossuth Lajos tér, tehát a belváros felé szeretnél utazni. Egyébként ezen kívül pedig itt Erzsébeten ennél sokkal, de sokkal jobb alternatívák vannak, úgyhogy feltétlenül a relevanciáját nem érzem, én inkább azt érzem, hogy ez valakinek a hobbija és olyan pozícióba került, hogy ezt meg tudja valósítani. Ettől függetlenül én örülök neki, mint közlekedés barát, hiszen itt Erzsébeten úgy néz ki, hogy hát nem úgy néz ki, akkor most már biztos, hogy több villamos típus fog beköszönteni. Ugyanis a kettes villamos vonalán, ugye az alagút kapcsán csak a KCV-k és ígység közlekedhetnek. Jó, ha úgy tudom, hogy talán a TV6000-es elfér, ha behúzza a tükreit, de most ezt hagyjuk, mert ebben nem is vagyok biztos, és nem fog ott TV6000-es közlekedni. Tehát az azt jelenti, hogy KCV-k, illetve ígység fognak itt is közlekedni, a TV6000-esekkel felváltva, tehát az 52-es villamossal felváltva. És úgy tudom, hogy a 2B jelzésű az ilyen negyedórás, 20 perces követéssel fog közlekedni. Meglátjuk természetesen, hogyha ez megindul, akkor itt leszek az első nap. Egyébként az 52-es villamos ugye egy nagyon hangulatos, még egyszer mondom, ugye egy hurokjárat, tehát tulajdonképpen az 51-es, a kis hurok és a nagy hurok, az a régi erzsébeti villamos hálózatnak a maradéka, de hát erről már volt videó. Most egy kicsit megmutatom nektek a Pacsirta telepi végállomást a jelenlegi formájában. Láthatjátok, hogy a másik vágány az innentől van kizárva, legalábbis ide van letéve a vörös tárcsa. Innentől van kizárva, és odáig, ott a másik vörös tárcsa. Ugye itt ez a kitérő, ez fel lett szedve, ott még a talpfákat láthatjátok. Mondtam nektek, hogy megnézzük természetesen. Valószínűleg ezek a sínek, nem hiszem, hogy abból, de lehet, hogy abból vannak, lényegtelen. Hát ennélkül mondjuk meg lesz itt a forgalom, amikor majd megindul az újabb villamos viszonylat. Ugye amit ki kell építeni, az egyelőre, én úgy tudom, hogy egy konténer tartózkodó lesz, de visszaépítik ide majd a rendes tartózkodót, közművel, mindennel ellátva, de hát ez még majd csak a jövő zenéje. Ugye jelenleg azon a vágányon végállomásozik az 52-es, és pár perc várakozás után halad tovább, bár most egy kis forgalmi káosz van itt, ugyanis szabálytalan parkolás miatt majd 40 percig nem közlekedhettek a nagy hurokban a villamosok, úgyhogy most éppen áll helyre a menetrend szerinti közlekedés.